Jó napot, Kósa úr, meg tudja esetleg mondani, hogy miért érezte fontosnak, hogy az édesanyjának 800 millió forintot ajándékoztasson ezzel a csengeri asszonnyal? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És, bocsánat, azt nem tudja esetleg megmondani, hogy ön járt-e Svájcban ezzel a csengeri asszonnyal, ez Gábornéval? A Városházára megyek, mert ott kezdődik egy sajtótájékoztató, úgyhogy elnézést kérek önöktől, de muszáj mennem. És esetleg, hogy megkérdezni ezeket? Szóval esetleg városházi sajtótájékoztatót feltehetjük ezeket a kérdéseket? Vagy hogyha bármit a 800 millió forintos ajándékról tudna mondani, ez már nagy segítség lenne a magyar választópolgároknak. Parancsol. Na, feljelentést megtett a miniszter úr. Miniszter úr, bocsánat, ön tényleg elhitte azt, hogy 4,3 milliárd eurót örökölt ez a csengeri asszony egy Németországban élő rokonától? Csak mert ugye a közjegyzői okirat, aminek a létezését ön sem tagadja, az arról árulkodik, hogy itt ez a helyzet. Nem tudom, hogy erről tudnál néhány szót mondani esetleg. Vagy akkor ezek után alkalmasnak érzi magát több milliós, milliárdos fejlesztési források fölötti felügyeletre, amit miniszterként végez? Várjál. Igen, miniszter úr, nem érzi úgy, hogy a magyar választópolgároknak és a egyéni választókerületében élőknek joga lenne tudni azt, hogy mi történt ebben az ügyben? És esetleg azzal kapcsolatban, hogy érzi magát, hogy az ön aláírása hozzá segítette ezt a csengeri asszonyt ahhoz, hogy még ártatlan csengeriekből több millió forintot húzzon ki? Van olyan kérdés esetleg, amire hajlandó lenne válaszolni? Valami pozitív? Egyébként, amikor átjöttünk ebbe a megyébe, akkor már csúszva voltak az utak, úgyhogy mi kifejezetten boldogok voltunk, hogy ott tudtunk haladni. De itt talán lehetett volna egy kicsit jobban takarítani. Mi is ott állunk, elkísérik akkor neked, ha nem gond. Kósa úr, tényleg akkor ezzel a csengeri történet, ezzel van tele a magyar sajtó elég régóta, ez érdekli a magyar újságolvasókat, ön ennek a történetnek a főszereplője. Mi az oka tényleg annak, hogy mi vettük a fáradtságot, hogy eljöjjünk önhöz ide Debrecenbe, hogy meg tudjuk kérdezni erről a véleményét, és nem hajlandó válaszolni egy kérdésünkre sem? Ön szerint ez egy felelős miniszteri magatartás, felelős magyar politikusi magatartás, hogy ezekre a kérdésekre nem hajlandó válaszolni? Ez ilyen központi kommunikációs kiadás, hogy nem válaszolhat ilyen ellenzéki médiának kérdéseire? Vagy olyan médiára, aki nem tudom, ugye a Bájer Zsolt műsorában úgy látom, hogy beszélt erről az ügyről, esetleg azzal kapcsolatban is, hogy vagy azokon a kérdések mentén is elindultunk, hogyha az kényelmesebb. Csak tényleg azért a magyar választópolgároknak joguk lenne tudni, hogy itt mi történt. Ha csalás, akkor azt. Hogy érezte magát a békemenetben? Akkor nem Józsival vagy. Ja, jó.
Köszönöm szépen, hogy elkísértek, hogyha ide állnak, akkor szívesen elmondom az álláspontomat. Köszönjük. Csak megvártam, még tudtam, hogy elkísérnek, nagyon kedvesek voltak. A hölgy egy csaló. El volt ítélve már csalásért, nézzenek utána. Minden szava hazugság, minden dokumentum, áldokumentum, hamisítvány, kamu. Éppen ezért megtettem a rendőrségi feljelentést. A történetből egy szó sem igaz, egyetlen forintot nem örökölt ez a hölgy, senkinek nem adott egy forintot sem. Csalás, amivel egyébként most a Jobbik, illetőleg az ellenzék próbál engem besározni, tekintettel arra, hogy minden választási kampányban volt már valamilyen felháborító kamu történet, 2002-től kezdve Portik Tamás, meg mindenfajta bűnözők bevonásával, most egy kisebb stílű, de más csalót mondtak be. Még egyszer mondom, csalás, hazugság, semmi nem történt. A bemutatott dokumentumok, kamu dokumentumok, megtettem a feljelentést, várom rendőrséget. És akkor az ügyvédjének és társának miért van közös cég ezzel a nővel? Az egy kamu cég? Csak ugye Orendi Mihály az ön munkatársa és a fiák, és az fiák ügyvéd úr pedig az ön ügyvédje, és közös cégük van, akkor az is kamu? Viszontlátásra, Kósa úr, köszönjük az interjút!